Nem vagy légy diplomája van, ha jól tudom, és éppen most doktoranda hallgató az egyetemen, és szerezne doktori diplomát szerezni, tehát szeretne doktori diplomához jutni, de én mondjuk tanácsoltam neki egy Ctrl-C, Ctrl-V betű kombinációt, de azt mondta, hogy neki az úgy nem tetszik. Flaskár Melinda. Lesz még egyszer köztársaság, kedves barátaim! Flaskár Melinda vagyok, 31 éves, szociális munkás, szociálpolitikus, az ELTE doktorandája. Az apukám, egy nagyszerű munkás ember, mindig azt mondta nekem, tanulj fiam, ember lesz belőled. Nekem is van egy 3 éves kisfiam, de már nem tudok, mit mondani neki. Én hittem abban, hogy tanulni kell kemény munkával hiteles diplomát szerezni, és ezzel építeni a magyar köztársaságot. De már nincs köztársaság, kedves barátaim. Szárnyából vérzik a demokrácia. Bebetonozták az igazságtalan választójogi törvényt. Az igazságtalan egyfurcsos adórendszert, ami által a szegények még szegényebbek, és a gazdagok még gazdagabbak lesznek. Nincsen szó lesz szabadság. Úgy tűnik, hogy a köztársaság nélküli köztársasági elnök kétes értékű disszertációval, idegen tollakkal ékeskedve lett doktor. Arról lehet olvasni, hogy mások tudományos munkáiból másolt el, majd 200 oldalt, majd ezt a sajátjaként használta. Megtette! Megtette, és most magyarázkodik. Magyarázkodik, és nem szégyeli magát. Nem mond le, mint ahogy néhány hónappal ezelőtt a német védelmi miniszter, amikor kiderült, hogy ő is összeolvasta a disszertációját. Schmidt Pál, köztársaság nélküli elnök, nem gondolja át, mit te. Schmidt Pál, köztársaság nélküli köztársasági elnök, nem érzi ennek erkölcsi súlyát. De miért is érezni át egy erkölcstelen hatalom oltalmában? Az olyan hatalom, amely tudatosan tesz meg egy ilyen embert legfőbb közjogi méltósággá, az nem csak leértékeli önmagát, nem csak csökkenti saját diplomáink értékét, saját társadalmunk és a világ előtt, hanem leértékeli mindazt, amit ennek az országnak a népe szorgalmas munkával alkotott. Leértékeli és szolgasorba akarja süllyeszteni, hitvány klienseik döfjös új döbrögik lábfőlőjévé akarja tenni az egész magyar nemzetet. Mindezt miért? Azért, hogy megtörjék az emberek gerincét. Azért, hogy hajdani egyetemi kollégiumi szabatási társaság, piti hőzöngök haveri köre, saját tolt agyszüleményét, mint nemzeti hitvallást ráerőltesse erre az országra. Ehhez kell egy báb, aki kétes titulussal felkiszomázott aláírásával és illegálisan használt országpecsétjével szentesíti a magyar törvénygyár fél törvényeit, amelyek szétduzva a demokratikus jogrend utolsó maradványait gyermekeinktől rabolják el a jövőt. Az én fiamnak már nem biztos, hogy lesz arra lehetősége, hogy tovább tanuljon. A felsőoktatási keretszámokat drasztikusan csökkentették, a tandíjak pedig az egekbe szöktek. A tanulás az elitek kiváltsága lett, kedves barátaim. Az egyszerű munkás ember ma már nem engedheti meg magának, hogy egyetemre küldje a gyerekeit, mert nem tudja megfizetni sem az irreálisan magas tandíjakat, sem a nyelvi különórákat. És ne legyen bennem kétség, nem azért szüntetik meg az egyetemi képzéseket, és zárnak be majd vidéki főiskolákat, mert nincs szükség orvosokra, szociális munkásokra, jogászokra vagy tanárokra. Vagy azok ne tudnának elhelyezkedni. Azért teszik mindezt, kedves barátaim, mert félnek azoktól az emberektől, akiket az egyetem gondolkodásra nevel. A doktorandusz hallgatók és a magyar anyák nevében új ellenállásra szólítok fel. Ne hagyjuk gúzsba kötni gondolatainkat. Ne hagyjuk elveszni gyermekeink álmait. Ne hagyjuk, hogy egy tolvajnak tűnő ember legyen az ország első embere. Mondjon le! Mondjon le!